Stúdióba pedig megérkezett Kovács András az Origo, illetve Kohá Máté és a Mandiner újságírói. Ez most egy ilyen másfajta vita. Vannak nézetkülönbségek, de... Szervusztok, jó estét! Ha már itt Lengyelországnál fejeztük be, Hidvégi Balázs, a Tusk bejelentette, hogy a lengyel köztévében nagyon drámai reformokra lehet számítani, 0 forintot fog kapni a köztévé, az ott dolgozó több ezer ember családja karácsony előtt megkapta a jó hírt, erre lehet számítani az új kormánytól szerintetek? Vér fog folyni? Azért, hogy átfordítsa baloldalra? Nem tudjuk, de ez nem saját ötlet. Én ugyanazt olvastam a hazai baloldalnak a programjába. Volt, amikor erről ment a hosszas fejtegetés, hogy hogy lehet, hogy és mit lehet csinálni. Még csak nem is saját ötlet. Igen, nem is saját ötlet, ugye van a magyar médiatörvény, és akkor ott olvasták, hogy ha nem szeret az ellenzék kétharmadot, akkor sajnos ezzel valamilyen szinten együtt kell működniük, és akkor dobták be, ha emlékeim szerint, valahol Hatházi Ákos környékéről valaki, hogy nagyon egyszerű a helyzet, mert magyar költségvetés is 0 forintot fog adni a köztévének, hogyha a kormányváltás lesz. Úgyhogy még ez se igazából saját ötlet. Azért azt se zárjuk ki, hogy esetleg a mieink lopták a lengyelektől, és nem a lengyelek lopták a mieinktől, tehát ez nem teljesen kizárt. No, de egyébként nem csak az történt, hogy Tusk ezt bejelentette, hanem holnap, ha minden igaz, akkor benyújtja a szem elé a konkrét jogi javaslatot arról, hogy hogyan fogja elfoglalni a köztévét. Két rendkívül izgalmas sebészi precizitású jogállamisági manőver fog tudni következni, nem tudjuk, hogy a kettőből melyik lesz. Az egyik az, hogy hirtelen kitalálják, hogy a közmédiának a menedzsmentjét nem is annak a hivatalnak kellett volna kinevezni, ami eddig kinevezte, és ezen a jogcímen cserélik le a komplett menedzsmentet, vagy pedig felszámolásba küldik a komplett lengyel közmédiát, tévét, rádiót, hírügynökséget, és a felszámolás ideje alatt ugye a tulajdonosnak a lengyel államkincstárnak a különös jogai vannak, hogyha ez több éven keresztül tart, akkor tetszőleges pillanatban bármikor, a több év alatt, akkor bármikor leválthatják a menedzsmentet a lengyel közmédiánál. Hát sebészi precizitás alá helyre Lengyelországban a jogállam egészen dicséretes módon, gondolom, hogy a bizottság örülni fog neki. Ha ez rendben lesz, akkor... Nem gondolom, hogy a bizottság túl sok vétót fog emelni ezzel. Miért nem gondolod, András? Nem. A spanyolországi példák például nagyon jól mutatják, hogy a Spanyolországban is több jogállamisági probléma a bírók kinevezésével kapcsolatban az elmúlt években, ott se szólaltak meg, de szerintem például, ami ennél szintén aktuális, hogy mai napnál maradjunk, szerintem azért Németország ügyében is érdemes lenne megszólalni, most már másodjára kell új választást tartani Berlinben. Egyharmadában a választókerületek? Egyharmadában, igen. De ennél is érdekes... A németes precizitás. Igen, de gondoljuk el, mit történt volna Magyarországon, hogyha akár egyetlen egy szavazókörben felmerült volna az, hogy valamilyen visszaélés történt, mondjuk a 2018-as, 22-es választáson, érdekes módon nálunk erről semmilyen hír nem volt, de Németországban már másodjára. És hát Ausztria és... után, ők meg Ausztriát követik, igen. Ugye, ahol meg kellett ismételni. Úgyhogy itt azért bőven lenne mit kutakodnia szerintem a Vera Jurovának, aki pont ezért a területért is felelős. Sajnos már nem lesz rá ideje, igen, szegény Vera Jurovának. De igen, tehát ez egészen kétségtelenül látszik, hogy a jogállamiság akár csak az idő, meg az energia az relatív, és jelentős mértékben függ a különböző kormányok által elfoglalt politikai pozícióktól. Ez minket sajnos abba a luxuriózus helyzetben nem hoz, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyhassuk azt, amikor az Európai Bizottság valamit jogállamisági ügyben csipog, mert ennek egészen konkrét következményei vannak a Magyarország körüli pénzpiaci helyzetre, meg a magyar költségvetés állapotára. De azért, amikor úgy lelkileg valahogyan állunk ehhez a kérdéshez, hogy pontosan akkor mi dolgunk is van nekünk a jogállamisággal, és hogy is állunk mi az európai nemzetek jogállamisági rangsorában, akkor azért egy kicsi jó érzés, egy kicsi melegség töltsön el bennünket, amikor ezeket a példákat látjuk, a spanyol igazságügyi működéseket, tehát elképedve nézem, tehát nagyjából itt az történik, mint hogyha Varga Judit lemondana, aztán kineveznék alkotmánybírónak. Körülbelül ez történik mindenféle átfutás nélkül. A parlament fogja magát és eldönti, hogy a bíróság által korábban meghozott döntések azok jogiatlanok voltak több év átfutás után. Hát olyan dolgok vannak itt, amiktől az embernek a haja égnek áll, és nem csak attól, hogy a bizottság nem reagál, a dolguktól maguktól is. Tehát én nem látom emögött igazából a politikai racionalitást sem. Vagy kreatív politizálás. Hogy végre vannak ötletei, eddig az volt a problémátok, hogy szürke az európai politika. Ez igaz. Most bedobták, azt olvastam egy kommentben, hogy állítólag a svéd rádió bemondta, hogy Ukrajnának rövid időn belül egy számos előnyt meg fognak adni, anélkül, hogy EU tag lenne. Tehát még tagnak sem kell. Szerintem ott már komolyabb problémák fognak felmerülni az egyes tagállamokban. Szerintem a különféle szerződéseket nem lehet csak így előnyt adogatni bizonyos jelölt tagállamoknak. A nemzeti parlamentnek
parlamenteknek az hozzájárulást kell adniuk. Sőt, még régebben szokás volt az Európai Unióban, hogy megkérdezték az állampolgárokat arról, hogy mit szólna például az Ukrajna tagságához, egy társulási szerződésről volt szó. Hollandiában megkérdezték erre az állampolgárokat, 66%, kétharmad azt mondta, hogy nem, majd később úgy döntöttek a holland jogászok, parlament, sőt maga a parlament döntött úgy, hogy a népszavazás eredményét figyelmen kívül hagyják, mert bár elegen mentek el szavazni, de mégse olyan sokan. Ha már a kreativitásnál tartunk, beszéljünk egy kicsit a DK és a Momentum kapcsolatáról, amelyek hát elszaporodtak a vaddisznók ennek a barátságnak az erdejében, hogy úgy mondjam. A Momentum EP képviselője Donátan egy mostanában rendszeresen dolgozatokat ír, kritizálja egyre nyíltabban Gyurcsány Ferencet, aki eddig tűrt, mint Tóldi Miklós, de most visszaszólt, azt mondta, hogy mindenki, legyen mindenki egy kicsit Gyurcsány, és ezt tudná tanácsolni Donát Annának is. Hogy látjátok, minőségileg, versenyképességileg milyen lesz ez az új összefogás, ha kialakul a régi, az előzőhöz képest, a 2022-eshez képest? Az én számomra egészen világosan látszik az, hogy a legjobb, amit a magyar ellenzék szakpolitikai tekintetben ajánlatként nyújtani tud ennek az országnak, az a demokratikus koalíció árnyék kormánya, és ez rémisztő. Hát, hogyha megnézitek azt, hogy itt a DK Momentum között mi történik, az történik, hogy a Momentumnak a támadásait a DK már fel sem veszi. Tehát még ez a reakció is inkább egy nem reakció. Hát egy semmi, egy lekezelése az egésznek, hogy legyetek Gyurcsányok. Tehát nagyjából ez egy ilyen odanyerítés a reakciónak a mértéke. Tehát a politikai tehetségbeli különbség az elképesztő, a politikai helyzet felmérésében való képesség az elképesztő, és tényleg az a helyzet, hogy ha ez az ország valamilyen furcsa oknál fogva holnap le akarná váltani Orbán Viktort és kormányát, nem tudná másra leváltani, mint a DK árnyék kormányára is. Rónai Sándor lenne a külügyminiszter, Mustó Géza meg a belügyminiszter, hogy fogalma nincs senkinek, hogy ezek az emberek hol milyen iskolát végeztek, és mit tudnak megmutatni, eddig az ilyesmit nem mutatták meg. Ez egy elborzasztó, rémisztő perspektíva. Na milyen lesz az új összefogás a 22-eshez képest? Hát jobb-rosszabb, pont ugyanolyan hatékony. Kérdés, hogy lesz-e összefogás, mert egyelőre annyit látunk, hogy Budapesten született egy megállapodás, abban az MSZP, a DK és a Párbeszéd vesz csak részt. Tehát a Momentum ebben nincsen benne. Gyakorlatilag a Momentum most politikusok, én ahogy hallottam, próbálnak megállapodni különféle kerületekben, és próbálják ezt a megállapodást felülírni, amit már aláírt ez a három párt. Kérdés, hogy a három párt hajlandó lesz-e ezen bármit változtatni, mert hogyha nem, akkor valószínűleg a Momentum döntéshelyzetbe kerül, főleg azok kerülnek döntéshelyzetbe, akik pozícióval rendelkeznek, azoknak egy út lesz, vagy belépnek a DK-ba, és akkor valamilyen módon, aki mondjuk eddig polgármester volt, az mondjuk alpolgármesterként folytathatja, így túlélhetik, de hát a pártnak nagyjából vége van, mert politikai mondani valójuk most azon kívül, hogy ne Gyurcsány, akivel egy évvel ezelőtt összefogtak, és az, a helyi önkormányzatokban most is utána. És a helyi ott is együtt működnek, és a másik mondani valójuk pedig az, hogy adjunk még több pénzt Ukrajnának, nagyjából ezt látom, ez teljesen egy de európai ügyészséget is követelik, közös európai környezetvédelmi hatóság. Igazi gusztus a magyarok szívének. Igen. Na jó, de... És a felmérésekben, amiket látunk, ugye én még ilyen 5-7%-okat mérnek nekik, szerintem ez szerintem inkább hiba lehet a felmérésekben. A valóság ennél szerintem lényeges. Én elhiszek 5-7%-ot, mert nem csak az az egyetlen szempont itt az ellenzéki szavazók pártválasztásánál, hogy ki milyen jó, hanem hogy mi van. Tehát az ellenzéki szavazó nagyon ellenzéki szavazó akar lenni, mert pedig azért a magyar ellenzéki szavazókban erre egy viszonylag erős hajlam mutatkozik, akkor abból kell választani, ami a paletten elé van Kínában, hogy ebből 5,7 vagy 5,7% jónak, vagy elég jónak látja a Momentumot, az számomra reális, pláne annak tekintetében ez kevesebb amúgy, mint amennyi volt. Tehát ez ugye a jelenlegi EP mandátum számítási szabályok szerint egy az egy mandátumot jelenten a Momentumnak, fele annyi, mint amennyi most van. Én azt is jelenteni, hogy a Momentum nagy valószínűség szerint pont ugyanúgy nem fog rendelkezni Budapesten kívüli polgármesterrel egyel sem, és budapestivel is legfeljebb azzal az egyel, vagy talán még egyel, ha zuglót behúzzák. Tehát ez nagyjából az a perspektíva, vagy az a népszerűség, ami reális Momentumnak, és ami a jelenleginél, vagy a 19-ben elnyert pozícióknál fogalmazunk inkább, így az kedvezőtlenebb. De ami számomra még döbbenetesebb, az a teljes káosz, tehát akik magukat a politika új generációjának védik, akik rettentően tanultaknak mondják magukat, ugye ez a Momentum. Olyan mértékű káosz uralkodik abba a pártba, tehát Donát Annának semmilyen tisztsége nincsen, tehát egy normálisan működő pártban egy semmilyen tisztséggel nem rendelkező személy
nem is igazán tehetne kijelentéseket. Semmi az elnöki poszt várományos, azt mindenki tudja, hogy a Gelencsér csak azért van ott, hogy tartsa. De láthatóan én nem látok egy összeesküvés Gelencsér Ferencen, ráadásul én Gelencsér Ferencet érzem nyerő pozícióban, mert ő uralja a frakciót, a parlamenti frakciót, valószínűleg kivéve a polgár... amikor elrontja a felszólalásai. De megbocsátják neki, mert mégse váltják le. Úgyhogy láthatóan Donát Anna egy légüres térben mozog, vívja, ez árnyékboxnak lehet nevezni, valós, és ráadásul azzal is szembesülhet végül, hogy a Momentum mondjuk nem teszi rá őt az EP listára, ezt se zárom ki a végjátékban. Jogilag lehetséges, de még ha jól tudom, akkor nincsen kész az EP lista, de azért őszintén meglepődnék, hogyha Momentum bárki másban perspektívet látna, mint abban az egyetlen emberben, akinek valamilyen ismertsége van ebben a párban, maradt ebben. Fekete Győr András. Nyicsipó. Miért? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Kovács Mátyás, Kovács András.